Na, hello mindenkinek! Sokan kérték a harmadik heti challenge-ek útmutató videót, szóval itt is van. Igaz, lehet, hogy egy kicsit már késő, hiszen eltelt már pár nap, amióta megjelent, de nem baj. Szóval kezdjünk is neki. Az ingyenes challenge-ekkel kezdeném. Az első challenge első stage-je az nem más, mint Visit Fatal Fields and Salty Springs in a single match. Miről lenne szó? Hát csak zonulj le Fatal Fields-be, kap fel gyorsan egy fegyót, hogy ne legyél tök pucéren, és fuss Salty Springs felé. Ja, és ne felejts el imádkozni, hogy el ne kapjon valaki közben. A folytatása Stage 2, Visit Haunted Hills and Tilted Towers, ugyanaz Tactics, lezonsz egy helyre, veszel egy fejót és fuss a másik helyre, míg nem jön a kör. Az utolsó stage Visit Frosty Flights and Loot Lake, szerintem nem kell ismételni magam, elég egy kalandos challenge tudom, de nem nehéz, ajánlott még egy driftboardot ehhez a challengehez, hogy legyen gyorsabb. Második challenge első stage-e, Destroy Cacti in the Desert. 30 kaktusz kell kiborítsunk, de ez van egy tippem, egy nagyon jó hely, ahol nagyon sok kaktusz van egymás mellett, és megcsinálhatod akár egy meccsen keresztül. Az Paradise mellett van, és mutatom is, hogy hol. A videón láthatok, Paradise Palms mellett és a Racetrack közt. A folytatás a Stage 2, Emma boxokat kell keresünk a havaspályán, szerintem ez tök egyértelmű. Akárhol látsz egy Emma boxot és havat is látsz körülötte, az egy jó Emma box. És jó helyen is jársz. Térünk az utolsó és a legkönnyebbhez, Search Chest in the Jungle, és azt javaslom a Sunny Steps-et, meg a Sunny Steps lévő épületeket. Nagyon sok chest van ott, és szerintem akár egy meccsen, meg max két meccsen is be tud fejezni ezt a challenge-et. Harmadik challenge és az utolsó ingyenes challenge-ekből, Place different trap slot items in a single match. Nem nehéz, csak véleményem szerint kell legyen egy kis szerencséd is. Két különböző trapet kell használni egy meccsen keresztül. Legyen az egy trap, launchpad, turret vagy campfire. Akármelyik ezekből csak két különböző legyen. És most jön a Battle Pass challenge-e. Első challenge. Search where the magnifying glass sits on the treasure map loading screen. A loading screen kb. Így néz ki, ahogy látjátok. És nyilván meg is mutatja pontosan, hogy hol van. Ha meg most sem vetted észre, akkor na jó, teszek egy képet. Na, most látod? Most látod? Na jó, teszem a videót is. Szívesen. Második challenge, search chest as Sunny Steps or Fatal Fields. 7 chestet kell kapnod. Saját véleményem szerint a Sunny Steps-et választanám, mert sokkal több chest van. Lehet, hogy egy meccsből nem fogod összehozni, de max 2 meccsből már biztos. Harmadik, deal headshot damage to opponents. 500 headshot damage-et kell okoznunk az ellenségnek összesen. Hogyha nincsenek barátaid, akkor azt kadod ajánlom. És ne felejtsd el belakni a party assistot erre a challenge-re. Így ha a társad is ad az ellenségnek headshot damage-et, neked is tevődik. Könnyű. És az utolsó challenge, get an elimination with an SMG pistol and a sniper rifle. Egy-két SMG-vel, egy-két pisztolyjal és egy sniper rifle-lel. A Disco Dominations-t ajánlom ez a challenge-hez, mert tök egyszerűen meg lehet csinálni. És kb. Mindegyik challenge-ekhez a Disco Dominations-t ajánlom. Tök egyszerű és hamar is megy. Szerintem max. 30 perc és megvan az összes challenge. Szerintem. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót végig, ne felejtsd megcsapni a like gombot, úgy gondoltad, hogy segítettem, és ne felejtsd feliratkozni, hogy ne maradj le a további videókról. Bye!